Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Dérné Veres Egyházi Erikát, aki idén, vagy ebben a szezonban tulajdonképpen, vagy ebben a tanévben immár másodszor fogadta el a meghívásunkat nagy örömünkre. Erika egy igazi Jedi, és ahogyan látszik, a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor általános iskola pedagógusa, de itt azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik az ő igazi hálózati munkáját, hiszen nagyon sok pedagógusnak ad ő inspirációt. Ez pontosan ugyanígy lesz ma este is, úgyhogy szeretném kérni Erikát, hogy tartsa meg a ma esti webinárium előadását. Köszönöm. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon megtisztelő, hogy ezen a késői kora esti órán, késői délutáni kora esti órán ilyen sokan itt vagytok. Tegeződni szeretnék, mert itt sokkal egyszerűbb beszélnem. Azt gondolom, hogy bár a téma, amit választottam, ez inkább alsó tagozatosoknak szól, de talán az ötleteket felsősök is tudják hasznosítani a saját tantárgyukra, vagy az osztályukra szabva. Néhány szót szeretnék mondani az iskolánkról. Szalkszentmárton egy 3000 lelkes falu, nincs 200 tanulója az iskolának, de szerencsére az utóbbi 10-15 évben innovatív igazgatóink vannak, akik fontosnak tartják a digitális írástudás előkészítését, illetve tanítását az iskolákban, és ezért szinte minden tanteremben van interaktív tábla, illetve amiket pályázatokon kapunk folyamatosan, interaktív panel, illetve viszonylag jó számítógépes termünk van, és tableteink is vannak. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert nekem ez nagyon megkönnyíti a munkámat, hogy nem otthonról hozott eszközökkel kell esetleg bajlódni, bár a jövőt tekintve, meg azokat az iskolákat tekintve, ahol nincs ilyen jó ellátottság, ott azért ez nagyon nagy hasznára lehet a kollégáknak, hogyha be tudják vonni a gyerekeket a saját eszközeikkel a tanítási folyamatban. Természetesen ehhez szülői engedély kell, és van néhány bökkenő, amit meg kell oldani, de gondolom, hogy azért itt az elmúlt egy év tükrében, ami a digitális tanrendről szólt, talán a szülők is egy kicsit átgondolják ezeket az esetleges tiltásokat, hogy nem hozhat a gyerek az iskolába okostelefon, tabletet, illetve hát talán a kollégák is máshogy állnak hozzá a napi tanítási gyakorlatban, hogy a gyereknél lévő eszközöket kihasználják, vagy kihasználjuk. Természetesen az ilyen üzenőfalas munkáknál nagyon fontos, hogy legyen megfelelő wifi, vagy ha a gyerek saját eszközön dolgozik, és a szülők ezt tudják finanszírozni, akkor saját internetelérés, ami lehetővé teszi a munkát. Hát, hogyha a gyerekek saját eszközt hoznak, akkor talán egy kicsit nehezebb dolga van a tanárnak, tanítónak, mert ezeket az eszközökön meg kell nézni, hogy futnak-e esetlegesen azok a programok, amiket mi beszeretnénk építeni az órába, mennyire jól látszanak azok a feladatok, vagy akár mondjuk egy üzenőfal, megfelelő-e a képméret, a betűméret, tehát ezeket nagyon fontosnak tartom, hogy ha saját eszközön dolgoznak a gyerekek, akkor ezt meg kell nézni. Legtanácsosabb azt gondolom az, hogy mielőtt belefogunk egy ilyen akár digitális témahétbe, vagy egy ilyen munkába, amiről most szó lesz, akkor bekérjük a gyerekek eszközét, és együtt megnézzük, hogy ezeknek a feltételeknek megfelel-e az eszköz. Az én osztályomban van egy interaktív tábla, illetve annyi tabletünk van, hogy páronként jut a gyerekeknek, és közösen is tudnak dolgozni, és nagyon sűrűn elővesszük ezeket az eszközöket.
ugye meg kellett tanulniuk használni a Classroom-ot, először muszájból, aztán most már egyre több mindent osztok meg a Classroom-ban nekik, például népdaléneklési versenyre készültünk, és a népdalcsokrokat, amiket ráénekeltem nekik egy felvételre, és azt osztottam meg, vagy a különböző olvasmányokhoz kapcsolódó érdekességeket, vagy környezetből különböző videókat, ismeretanyagot. Ez azért jó, mert a gyerekek utána nem ijednek meg, hogyha esetleg újra ilyen szituációba kerülnek, hogy karantén miatt, vagy bármi miatt otthon kell maradjanak, és bátran kezelik a Classroom-ot, és talán a szülők is most már nem félnek annyira tőle, mint egy évvel ezelőtt. Én minden nap ebben küldöm a leckét is nekik, tehát aki hiányzik, az egy ismerős felületen találkozik a házi feladattal. Na, de amiről ma igazán szó lesz, az ez a három kérdés, hogy hogyan tudjuk megtervezni az üzenőfalat úgy, hogy akár az alsó tagozatosoknak is könnyen kezelhető legyen, milyen lehetőségek rejlenek benne az egyéni haladáshoz és a differenciált munkához, illetve hogyan lehet projektet megvalósítani a segítségével. Hát a projekt az most nálunk ez éppen kezdetleges lesz, amiről beszélek, mert ugye a projektnek az a lényege, hogy van egy probléma, és a probléma megoldásán közösen dolgoznak a gyerekek, és végén létrejön egy produktum. Még alsóban én azt gondolom nem olyan egyszerű úgy megvalósítani egy projektet, hogy a gyerekekre ráhagyom a munkát. Nekem viszont az a célom, hogy minél többet önállóan dolgoznak. Még két kérdésre szeretnék majd válaszolni. Miért éppen az üzenőfal az, amin én dolgozok velük, illetve melyik üzenőfalat használom, és miért éppen azt. Na nézzük, hát az üzenőfalnak nagyon sok előnye van, mert ugyanúgy, mint otthon egy fali újságra, vagy akár az iskolába, egy üzenőfalra többféle tartalmat el lehet helyezni, például szövegeket, képeket, különböző linkeket, saját dokumentumokat is föl lehet egyes üzenőfalakra tölteni, amit utána a gyerekek le tudnak tölteni, és az abba beleírva dolgoznak tovább, és hogyha megosztási lehetőséget adunk nekik, vagy az üzenőfal szerkesztési lehetőségét, akkor vissza is tudják oda tölteni. Lehet hangokat is beleilleszteni, illetve vannak üzenőfalak, amelyekben nagyon sok lehetőség rejlik. Mindjárt beszélek ezekről is. Miért éppen üzenőfal? Még mindig ez a kérdés. Hát négy szempont, ami szerintem a tanár részéről fontos, hogy az üzenőfalakat nagyon könnyű megosztani, tehát pusztán egy link szükséges hozzá, és számtalan feladat kiküldhető a gyerekeknek egy kattintásra, és meg hozzá tudnak férni ezekhez a feladatokhoz. Aztán egyéni haladás is megvalósítható a segítségükkel, alkalmas differenciálásra, és bármikor újra elővehető és szerkeszthető. Amit ma mutatok nektek, azok ilyen 4 éves üzenőfalaimnak az átiratai, mert én körülbelül 4 évvel ezelőtt kezdtem el ezzel foglalkozni, tehát az üzenőfalak szerkesztésével, illetve a gyerekekkel eznek segítségével tanultunk. Aztán interaktív és azonnali visszajelzése is alkalmas. Hát ez mind a két részről fontos, mert ugye a gyerekek szeretik, hogyha rögtön kapnak valami kis dicséretet, és ez teljesen jól van így. Interaktív, hogyha azzá tesszük, mert ők is részesei lehetnek az üzenőfal szerkesztésének, akár úgy, hogy saját cetliket, vagy saját linkeket illesztenek bele. Aztán, ami mindenképpen a gyerek részéről is nagyon-nagyon fontos, hogy könnyű hozzáférni, ezt mondtam, ugyanazért, amiért a tanár részéről fontos, hogy könnyű megosztani. Ha ezt a linket nem veszítik el, akkor bármikor elővehetik újra az üzenőfal tartalmait, és ezeken dolgozhatnak. Bármikor elérhető, természetesen akkor, ha van internet csatlakozás, tehát ezek nem nincsenek időhöz kötve, nem is nagyon lehet beidőzíteni, de van, amelyik üzenőfalhoz lehet naptártevékenységet csatolni. Illetve alkalmas a kooperatív munkára,
ugyanúgy, ahogy az interaktivitásra is, ugyanis, hogyha a gyerekek együtt szeretnének dolgozni, akkor egyes cetliket akár közösen is tudnak szerkeszteni, és oda együtt is tudnak írni, vagy képeket csatolni, stb. Na, szeretném mutatni három üzenőfalat, amit én használtam, abban a sorrendben, ahogy én is megismerkedtem velük. Az első a Padlet, biztos nagyon sokan ismeritek, és használjátok, majd mindjárt beszélek egy picit többet is róla. A második a Learning Apps. Tudom, hogy rengetegen használnak tankockákat, de nagyon kevés kollégáról hallottam, aki az üzenőfalat is használja, vagy használta, mert ez pedig egy nagyon-nagyon klassz tankocka ebben a feladat együttesben. Illetve a harmadik a Linoid, erről lesz legtöbb szó ma. A Padlet volt az első, amit megismertem, aztán a Learning Apps és végül a Linoid, úgyhogy ebben a sorrendben is szólnék róluk néhány szót. Az első a Padlet, ez egy saját üzenőfalam, ami, nem is tudom, ez is ilyen négy évvel ezelőtt készül, de két napja szerkesztettem picit bele, ugyanis beletettem egy hangfájlt, mert hogy a Padlet az erre is képes, hogy hangfájlt föl lehet tűzni az üzenőfalra. Ebben a hangfájlban a gyerekeknek szóló utasítást rejtettem el. Itt találjátok magát az oldalt, ahol neki lehet kezdeni a padletek szerkesztésének, és itt találtok egy nagyon klassz profi magyarázó videót a felhasználásáról. Amiért nagyon klassz a Padlet, az, hogy ennyiféle címkét, cetlit lehet föltűzni, még rajzolgatni is lehet rajta hivatkozásokat, képeket, és itt látható, hogy miket lehet föltölteni. Ami nagyon klassz dolog, hogy a saját számítógépről is lehet közvetlenül oda fájlokat megosztani. Ami viszont sajnos annyira nem klassz a Padletben, hogy korlátos, most nem tudom, hogy hány padletet lehet készíteni, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor korlátlan mennyiségű üzenőfalat lehetett készíteni, most pár évvel ezelőtt pedig lekorlátozták, és én úgy vagyok vele, hogy ha már dolgozom valamivel, akkor az ne úgy legyen, hogy később nem elérhető, vagy mindig át kell alakítanom egy másik témára a meglévő üzenőfalat, hanem akkor végtelenül használhassam. Ezért én letettem most a Padletről, a rajta lévő anyagaimat használom, de nem készítek újakat. Persze előfizetéssel ez is korlátlan lehet. Ja, még azt szeretném mondani, hogy az előző, tehát minden ilyen PowerPoint-ban ezek ilyen élő linkek, tehát hogyha Attila elküldi nektek a PowerPoint-ot, amit most látok tőlem, és rákattintotok a képre, akkor megjelenik az én oldalam, hogyha itt be szívecskézitek, akkor átkerül a ti Padlet oldalatokra is, hozzáférhetővé, és tudjátok használni tanítási órán. Na hoppá, hol tartunk? Itt vagyok. A következő üzenőfal, az a Learning Apps volt, ami nekem nagyon-nagyon sok munkám van bennük. Rengeteg üzenőfalat készítettem, ez például két héttel ezelőtti tananyagom, már mutatom is nektek. Ezt is el tudjátok érni, ki tudjátok másolni. Sajnos egy héttel ezelőtt a Learning Apps üzemeltetői úgy döntöttek, hogy a tankockák között már nem található, mutatom nektek, ezek ugye az üres tankockák, sajnos nem található már meg az üzenőfal, mert nem megfelelő tartalmak kerültek rá, úgyhogy erről, hát nem mondok le, mert én tudom a sajátjémat szerkeszteni, de nagy szomorúsággal tapasztaltam, hogy úgy kell mindig átalakítani egyet, bár hát a tankocka másolásával azért erre van lehetőség. Nektek viszont, hogy legyen nektek is tankockátok, ide tettem alulra egy linket, amire ha rákattintotok, akkor egy üres üzenőfal tankockához visz, és ti is tudtok ilyet készíteni. A Learning Apps tankockái
elég egyszerűek, de talán az alsó tagozatosok szempontjából ez nem is olyan nagy baj. Lehet videolinkeket beilleszteni, lehet közvetlenül videókat, bele lehet írni, tehát én ezeket át tudom írni, akár egy rövidebb, hosszabb szöveget is, illetve a különböző linkeken, de azt már mondtam, különböző linkeken különböző feladatok találhatók. Hogyha valakit komolyabban érdekel, és még nem használta a Learningers-nek a tankockáit, vagy üzenőfalát, akkor itt találjátok Novák Károlynak a videóját, nagyon jól elmagyarázza, hogy mit, hogyan lehet ezen az üzenőfalon létrehozni, és hogyan kell kezelni. Ennek hatalmas nagy előnye, hogyha valaki Learningers-et használ, akkor ugye tud osztályt létrehozni benne, és pusztán csak a tankocka, vagy hát az üzenőfal linkjét kell oda, illetve nem is kell a linket, hanem bele kell tenni magát az üzenőfalat tankockaként az osztálymappába, és onnan a gyerekek belépési kóddal belépve bármikor elérik. Én nagyon szeretem, nagyon-nagyon sok tankockám van a Learning Apps-en. Na de amiről többet szeretnék beszélni, az a Linoid. Olyan sokat ezt még nem használom, illetve de használom, csak amikor a Learning Apps megjelent, akkor ott ragadtam le, azért, mert az osztályomban ezt volt a legkönnyebb megosztani. Viszont nagyon-nagyon szép üzenőfalat lehet létrehozni, és ezért nekem nagyon tetszik. És ha szeretnétek komolyan megismerkedni vele, itt éritek el a kezdő oldal, illetve itt van két segítő videó. Na és akkor arról, hogy mire jó a Linoid, és miért éppen a Linoid az, ami nekem a legjobban tetszik a három közül. Hát a Linoid is nagyon könnyen kezelhető, szerkesztői szempontból, tehát a tanító néni, a tanárnéni, tanárbácsi, tanítóbácsi nagyon könnyen meg tudja tanulni a szerkesztését. Korlátlan mennyiségű üzenőfal készíthető, tehát se 6, se 5, hanem amennyit csak szeretnél. Automatikusan ment. Ez nekem nagyon fontos, mert bizony-bizony, néha elfelejtem menteni a dolgaimat, és amikor az embernek több óra munkája benne van, akkor annyira nem örül, mikor elszáll az anyag. Úgyhogy ez a Linoidban nagyon pozitív tulajdonság, hogy automatikusan ment. Okos eszközökön is jól működik, jól láthatóan. Vannak trükkök, hogy hogy lehet beállítani, hogy minden, tehát kisebb mobiltelefonokon is jól látszódjon, és van beépített tutoriál, tehát nem kell hozzá még a neten se böngészni YouTube videók után, bár ott van az a két link, amit megmutattam, van egy saját beépített segítő oldala, és azoknak, akik hozzám hasonlóan nem tudnak angolul, jó hír, hogy le lehet fordítani ezt az oldalt magyarra, itt ugye fordító segítségével, vagy Google fordító segítségével, és bizony szépen magyarul megjelennek ezek a segítségek, hogyan lehet linozni, csak ezekre a linkekre rákattintva feladatokat ad nekünk az oldal, magyarul, és elmagyarázza, hogy mit hogyan kell csinálni. Ez egy nagyon nagy segítség, mert aki úgy szeret tanulni, mint én, hogy próbálkozik, és addig kattint, amíg nem sikerül, annak ez jó segítség, aki meg videó után szeretne tanulni, vagy neki úgy könnyebb, annak pedig ide hoztam megint azt a két linket, amit megnyitva magyar nyelvű segítő videókhoz juttok. No, hát ez az az üzenőfal, amit veletek meg szeretnék most osztani. Ezt is 4 éve készítettem el először, és már egy kicsit átalakítottam, meg a digitális témahéten nagyon remélem, hogy ide jutunk ehhez a témához, tehát odaérünk a tananyagban is, ha nem, akkor majd egy kicsit változtatok a tanmeneten, és mutatom nektek, miről szól ez az üzenőfal. A téma Mátyás király lesz, és a gyerekeknek a bevezetésben el fogom mondani, hogy az a célunk ezen a héten, vagy akár 2 hétben is, hogy minél több információt szerezzünk meg Mátyás királyról. Éppen ezért nem klasszikus Mátyás meséket válogattam össze nekik, hanem inkább a korról szóló információkat, vagy például a Kinizsivel való találkozását, vagy azt, hogy
egy reneszánsz lakoma, hogy zajlott, milyen hangszerek voltak ebben a korban. Nekem ehhez nagyon nagy segítségemre volt az olvasókönyvünk, mert nagyon sok oldalról körbejárja ezt a témát. A gyerekeknek nagyon világos utasítást adtam itt, és hát ezt el tudjátok olvasni, szabadon választhatnak, már is ez egy differenciálás. Ha elhúzom így az üzenőfalat, látjátok, hogy négy oszlopban, négy különböző színnel rendeztem el a feladatokat. Ezeket a cetlicskéket innen válogathatjátok ki, hogyha mondjuk egy pirosat szeretnétek ide tenni, de nem tetszik a piros szín, akkor ezt át lehet váltani lilára vagy szürkére, és már is meg lehet csinálni egy ilyen színkódos segítséget a gyerekeknek. Hoppá! Na, ez máskor is elő szokott fordulni. Az üzenőfalat magát, azt így lehet mozgatni ezzel a kis kezecskével, és itt oldalt van egy kis segítség, kihúzom, itt lehet látni az egész üzenőfalat, csak tehát nem részleteiben, hanem teljesen, és itt van ez a egy kicsit nem jól látható keret, ami mutatja, hogy éppen most melyik részletnél tartunk, és hogyha ezt elkezdem mozgatni, akkor ez a keret lefelé megy. Amit én fontosnak tartok egy ilyen differenciált munkánál, és a színekkel kapcsolatban, hogy ezt nagyon jól lehet sok mindenre használni. Például a színekkel lehet nehézségi fokokat meghatározni. Hogyha elhatározza valaki, hogy mondjuk matematikából szeretne feladatsort adni, vagy egy közös munkába belefogni, vagy mondjuk így olvasásból, ahogy én, akkor meghatározhatja, hogy mondjuk a zöld színnel jelölt feladatok, a zöld hátterű feladatok, azok a könnyebb feladatok, a piros színnel jelöltek, meg mondjuk a nehezebb feladatok. Ezzel már is meg lehet adni a gyerekeknek a választási lehetőséget, ha nem kötjük ki, hogy Józsikának a könnyebbet kell, Pistikének meg a nehezebben. Tehát, hogyha meghagyjuk a gyerekeknek a választási lehetőséget, akkor már is önmagukat differenciálták, és hát nyilván sokkal jobban érzik magukat, mint ha mi adjuk ki, hogy na most Józsikám, te ezt, Pistikém, te meg azt, mert muszáj, mert te gyönge vagy, te meg jó vagy, olvasásból vagy matekból, vagy teljesen mindegy, melyik tantárban. Ez nyilvánvalóan nem esik jól a gyerekeknek. És én azt gondolom, hogy ez a fajta differenciálás azért fontos, mert a gyerekek próbálgatják a szárnyaikat, kis önismeretet kíván, és az önismeretet segíti elő. No, aztán még mire lehet a színeket használni? Például a színeket lehet arra is használni, hogy tantárgyakat jelöljünk velük, tehát mondjuk a zöld lesz a környezet, a kék lesz a matematika, a narancssárga lesz az olvasás, és így tovább, ha egy egész hetes vagy kéthetes munkát szeretnénk így feldolgozni, akkor a különböző színek jelölhetik akár a tantárgyakat. Aztán lehet olyat is csinálni, hogy a különböző színek különböző napokat jelölnek. Tehát a hétfő, mondjuk a hétfői elképzeléseimet, és így tovább, és akár minden tantárgyat, vagy csak egy-egy tantárgyat beilleszteni ide az üzenőfalba megfelelő szín alá. Aztán, amit én most megmutatok nektek, ez egy feladatsor. Nekem ez az üzenőfalam, hoppá, ezt majd mindjárt elmondom, hogy miért történt. Nekem ez az üzenőfalam olvasás, magyar nyelv, fogalmazás és ének, illetve rajztantárgyhoz készült, és ezért van ez a négy oszlop, mindjárt megmutatom kisebbe is, mert minden oszlop más olvasmányt, vagy más tudástartalmat hordoz. Nagyon-nagyon fontos, hogyha a gyerekekkel dolgoztok, akkor ezeket a kis cetlicskéket rögzítsétek le. Ez onnan látható, hogy le vannak rögzítve, hogy itt vannak ezek a kis kitűző kapcsocskák, és hogyha erre rákattintotok, ami most nekem nem sikerül, de sikerült, akkor kiemelkedik ez a kapocs, és megjelenik itt alul a szerkesztési lehetőség. Ezt majd a tutoriában megnézitek, hogy mit, hogyan lehet. Itt ez az első az az, hogy át lehet írni, illetve a szöveget, illetve át lehet változtatni a színt, meg a betűméretet, betűszint, stb. Na, amiért ez eszembe jutott, az ez, hogy ezt a
Na, nem mozdul. Ezt a szöveget, ezt direkt nem rögzítettem le, hát ha beleakadok, hát bele is akadtam, és ez egy átlátszó hátterű szöveg. Sajnos a egy cetlin belül nem tudunk színt változtatni, tehát ha kiválasztottuk azt, hogy mondjuk piros legyen a szöveg, akkor az összes szöveg piros marad. Viszont, hogyha ezt szeretném, hogy egy adott szín hátterű szövege, egy más színű, vagy az ott hátterű cetlin egy más színű szöveg jelenjen meg, akkor egy ilyen átlátszó hátterű cetlit lehet oda tenni, látjátok, hogy ez átlátszó, és már is megvan oldva a más színű szöveg. Például ezt én figyelemfelkeltésnek írtam ide, hogy együtt dolgozzanak és segítsék egymást. Ezt az üzenőfalat páros munkára terveztem, de úgy, hogy meg fogom kérni a gyerekeket, hogy hozzanak majd saját eszközt is, majd mindjárt elmondom, hogy miért. Az üzenőfalra különböző tartalmakat tűztem föl, ugye vannak utasítások, és minden utasítást megszámoztam, hogy tudják a sorrendet, hogy hogyan kell haladni, hasonlóképpen egy munkafüzethez. Beillesztettem YouTube videót, ezt ha elkezdem lejátszani, akkor itt megjelenik egy kis jel, ami azt mutatja, hogy elkezdtem játszani a videót, szépen meg lehet hallgatni, és ha be akarom zárni, akkor muszáj ezt itt bekattintani, ezt a gyerekeknek is meg kell mutatni, ugyanis el fogja takarni a felületet, esetleg az alatta lévő felületet. Ami mondjuk azért lényeges, hogy ne takarja el, mert a linoidban a cetlicskéket nem muszáj egyenesen fölhelyezni, hanem el lehet őket így forgatni, ilyen kis rendhagyó módon, és bizony, hogyha egyik belelóg a másikba, akkor mondjuk lényeges dolgokat nem tudnak elolvasni a gyerekek. Hoppá! Amit itt látok megjelenni, az az, hogy most éppen kiengedtem, tehát föloldottam a kitűzést, illetve megint kitűztem a falra ezt a cetit, tehát nem lesz mozgatható. Nagyon fontos, hogy ne legyen mozgatható, mert hogyha sok gyerek áll neki dolgozni ezen az üzenőfalon, akkor bizony óhatatlanul el fogják húzgálni ezeket a cetlicskéket, és bizony-bizony egy nagy káosz lesz az egészből. Következő feladat, az egy World War feladat, amit elrejtettem QR kódban. Gondolhatjátok, hogy ez nagy butaság, mert hogy ha egyszer dolgoznak a számítógépen, vagy a tableten, akkor hogy tudják leolvasni a QR kódot? Hát teljesen igaz a gondolat, csak hogy én arra találtam ki, hogyha tudnak hozni saját eszközt, okos eszközt, de mégis az a feladat, hogy párosan dolgoznanak, akkor az iskolai tableten fognak dolgozni közösen, viszont egy-egy ilyen feladatot, amihez QR kódot csatoltam, azt be tudja olvasni a saját okos eszközén a tanuló, akinél itt van, ő is meg tudja oldani külön a feladatot, illetve a linkről az a gyerek is tud dolgozni, akinél mondjuk a tablet van, vagy éppen a számítógépnél ül. Tehát ennek ez az oka, hogy be van illesztve ugyanaz a feladat QR kóddal is, illetve itt van a linkje is. Ilyen nagyon klassz kis QR kódokat lehet létrehozni, ez mondjuk pont nem az, de itt meg nem is találok, de ezek az érdekes QR kódok a QR Monkey oldalon készültek, ahol meg lehet határozni a sarokpontoknak a formáját, meg lehet határozni magát a QR kódnak a háttérszínét, magát ezeket a kis kódjeleknek a színét, sőt, még képet is bele lehet illeszteni. Szerintem ez egy tök érdekes lehetőség, amit érdemes kihasználni. Ahogyan fölépítettem még ezt az üzenőfalat, fontos tudnotok, hogy én nem csak azért használom, hogy mert fejlesztjük a gyerek digitális készségeit, hanem lehetőség szerint mindig a tananyaghoz kapcsolódóan. Tehát az összes feladat, ami itt van, az a könyvünkben lévő olvasmányok valamelyikéhez kapcsolódik. Így a gyerek azt érzi, hogy tanul, azt érzi, hogy rendhagyó módon tanul, és én sem ijedek meg, hogy lemaradunk a tananyaggal. Tehát nyugodt a lelkiismeretem, mert ami elő van írva, azt megcsinálom, csak egy kicsit másképpen. Miután elolvasták a gyerekek a szöveget, itt van egy Redmenta testsor, aminél beírtam, hogy mi a direkt cím. Én nem szeretem megosztani a Redmentának a linkjét közvetlenül a gyerekeknek. Azért,
mert nem fognak odafigyelni arra, hogy pontosan olvassanak és pontosan írjanak. Ez például szerintem nagyon fontos a digitális készségeknél, hogyha látunk egy címet, akkor azt pontosan be tudjuk gépelni a keresősávba, vagy bármilyen kereső oldalra, és ne tévesszen el a gyerek, hogy mondjuk ezt kisúval írja, ide nem tesz szó közt, vagy mondjuk főleg az ékezetes betűknél a másik irányú, tehát a balra irányú ékezetes betűt választja a telefonjáról, mert ezek például egy PIN kód megadásánál, vagy egy jelszó megadásánál, ezek fontos információk lehetnek. A feladatsor végén megint egy differenciálási lehetőséget osztottam meg a gyerekekkel. Bocsánat, ha nagyon behallatszik a kutyusom, de valamiért nagyon mérges. Szóval megint egy differenciálási lehetőséget osztottam meg, ez pedig teljesen választható feladat, ahogy ki is írtam, vagy a wordart.com-on kell készíteniük szófelhőt, vagy egy rajzot kell készíteni az olvasmányhoz kapcsolódóan együtt. Ami mind a kettőnek a vége, illetve hát végül is csak a rajznak a vége, hogy fotót kell készíteni, a WordArt szófelhőről pedig képernyőképet. Ugye, ha tableten dolgoznak, vagy okostelefonon, mind a kettővel kompatibilis a WordArt, akkor nagyon egyszerű, ugyanúgy, ahogy a telefonnal, ugyanúgy tudnak képernyőképet készíteni, és el kell küldeniük nekem e-mailben. Ez megint egy digitális készség, amit azt gondolom, hogy így harmadikos gyereknél már nem árt fejleszteni, hogy hogy tudja csatolni mondjuk a képet az e-mailhez, hogyan tud fotót készíteni, és azt megosztani másokkal. Én azt tapasztaltam a digitális tanrend során, hogy nagyon, hogy mondjam, tehát azt gondoljuk a gyerekekről, hogy ez nagyon profin megy, de nincs meg nekik az analógia, amit mondjuk a Facebooknál megtanultak, hogyha a Facebook Messengeren, vagy mondjuk az internetes játékokon hogyan csatolok képet, hogyan csatolok egy fájlt, akkor ugyanez működik az e-maileknél. És ezért gondoltam, hogy még ezt egy kicsit nem árt fejleszteni, mellékesen, vagy nem mellékesen, pedig a fogalmazás tananyag része is, a digitális levélírás, levélküldés. Én tavaly már ezt megtanítottam nekik, hogy hogyan kezeljék a WordArt felületet, anyák napjára készítettünk vele szófelhőt, méghozzá március elején, tehát mire mi eljutottunk a karanténba, addigra nekünk megvoltak a szófelhőink, amiket elkészítettek a WordArt felületen, egy verset dolgoztak föl, általuk választott anyák napi verset, és én azt itthon kinyomtattam, lelamináltam, és postán kapták meg az anyukák. Például erre is nagyon klassz ez a felület, és élvezték is a gyerekek a munkát. Na, a második olvasmányunk, az Kinizsiről szól, ahol megint látható játék, és a játékba, ide a World War-ba elrejtettem a tankönyv egyik szövegét. Ez azért fontos, mert hogyha ezt nem olvassák el figyelmesen, akkor ezt a játékot nem tudják megoldani. Ha meg lusták voltak, és nem olvasták el rendesen, akkor meg odaírtam segítségnek, hogy segít a szöveg, tehát neki kell állniuk a szöveget átböngészni, tehát muszáj, hogy elolvassák. Ez egy ilyen nagyon egyszerű feladat. Kinizsi Pál a magyar történelem egyik híres hadvezére volt, most nem akarom végigjátszani a feladatot, de a World War feladatokat nagyon-nagyon szeretik a gyerekekhez, tavaszi tapasztalat, gondolom nagyon sokan ismeritek. Na, menjünk tovább. Utána kapnak megint egy olvasnivalót, ahol hát én igyekszem a lehető legjobban kivonni magam a munkából, csak egy ilyen segítő szerepet betölteni a hasonló órákon. Ezért a szómagyarázatot már rögtön ideírtam nekik, legalábbis azzal a két szóval, amit szerintem nem fognak tudni. Úgyhogy ha ezt így elolvassák, akkor vélhetőleg a történet megértése is könnyebben fog menni. Utána egy játék található, majd egy térkép
linkjéhez fognak jutni. Ehhez kapcsolódóan adtam nekik egy feladatot, akár mondhatjuk egy ellenőrző kérdésnek is, hogy milyen messze van tőlünk Nagyvázsony. Ez egy nagyon egyszerű Google térkép, és hogyha belépnek, akkor azonnal látni fogják, hogy 146 kilométer az általam tervezett úton, de még más lehetőségeik is vannak. Mi ezt is nagyon sokat használjuk tanórákon, hogy hogyan lehet a Google térképen tájékozódni, illetve mire jó, meg szoktuk satszolni a települések távolságát, akár énekórán is, amikor valamilyen dalt tanulunk, és látjuk a gyűjtési helyet, akkor meg szoktuk nézni, hogy körülbelül merre van hozzánk képest, és milyen messze. Itt a gyerekek tudják, hogy át lehet állítani műhold felvételre, sőt, 3D-re, ugye be tudjuk dobni az emberkét, és azt is tudják, hogy ha nagyítják, akkor egyre közelebb jutnak a várhoz, illetve, hogy képeket is tudnak nézegetni, hogyha szeretnének. Nálam nagyon szeretik a gyerekek, hogyha így utazunk a térképeken. A következő feladat, ja igen, itt megint itt van a QR kód, hogyha ők két eszközzel dolgoznak, akkor mind a kettő akár a saját elképzelésének megfelelően nézelődhet a térképen. Megint van egy Redmenta feladatsor, itt is megadtam külön a direktcímet, hogy tanulják meg használni azt az oldalt a közvetlen link nélkül is, illetve gyakorolják a helyes begépelést egy-egy oldalra. A választható feladat az egy Word Art szoftverhő készítése, illetve egy címer keresése. Ehhez megint egy digitális készség kapcsolódik, meg kell keresni az interneten Kinizsi Pál címerét, és onnan megnézni, hogy is nézett ki. A harmadik választható olvasmány, az első játéka, az egy puzzle játék, amin egy lovagi tornát, torna képét tudják kitenni, és az ellenőrző kérdés az, hogy mit ábrázol, le kell írni a füzetbe. Ez a kép benn van az olvasókönyvünkben is, tehát onnan látni fogják, hogy ez egy lovagi torna, mert oda van írva, de vélhetőleg azért a sok történelmi vagy áltörténelmi filmnek köszönhetően már láttak ilyet. Megint jön az önálló szövegföldolgozás, és itt van a hozzá kapcsolódó feladat, ez egy Learning Apps QR kód. A Learning Apps-nek nagyon nagy előnye, hogy minden feladathoz generál egy QR kódot is, tehát nem nekünk kell külön létrehozni, mondjuk nem olyan szép, mint a QR Monk is, de teljesen tökéletesen használható. Akár ezeket a QR kódokat, vagy a feladatokhoz kapcsolódó QR kódokat ki is lehet másolni egy dokumentumba, kinyomtatni, és hogyha csak azt tervezzük, hogy mondjuk nem üzenőfalon akarunk dolgoztatni a gyerekekkel, hanem 8-10 lehetőséget, vagy feladatot, vagy akár kevesebbet szeretnénk velük megoldatni, akkor azoknak a feladatoknak a QR kódját elkészítjük, vagy a Learning Apps-ba, vagy más feladat oldalon, vagy akármilyen más tevékenységhez kapcsolódóan készítünk QR kódot, és ezt kinyomtatva odaadjuk a gyerekeknek, amit ők telefonon vagy tableten be tudnak olvasni, és már is fejlesztettük a digitális készségeiket. Itt ismét egy kirakó van, s jön megint egy önálló szövegföldolgozás, ahhoz, amihez újra egy szómagyarázatot tettem ide, viszont a szómagyarázat első utasítása, hogy olvassátok a könyvben a kékbetűs szavakat. A mi olvasókönyvünkben úgy van megoldva, hogy az ismeretlen szavak, vagy ami tényleg nagyon ismeretlen, azokat lábjegyzetbe tették, és a szövegben kékbetűvel van, illetve a számmal megjelölve, és ezt már tudják a gyerekek, hogy igazából azokat nem szabad megkérdezni, mert le van írva, tehát csak el kéne olvasni. Ismét egy Redmenta feladat, illetve a választható feladatokhoz egy linket raktam be. Mivel a történet Mátyás király bécsi fogságáról szól, és benne szerepel anyukájának és apukájának a neve, ezért azt találtam ki, hogy készítsenek kódot hozzá, tehát titkos írással készítsék el a két szülőnek a nevét,
és itt van egy nagyon klassz kis kódrendszer, amivel nekik ugye azt, hogy Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János, ezt le kell kódolniuk egy négyzetrácsos lapra. A másik pedig, hogy melyik pénzünkön látható Mátyás király arcképe. Azért írtam ide segítségnek, hogy Mátyás király is forint, mert ha csak annyit írnak be, hogy Mátyás király is pénz, ott a régi Mátyás érméket is meg fogják találni, és hát remélhetőleg azért eszükbe jut, hogy nem fizetünk olyan pénzekkel most már, de biztos, ami biztos, inkább segítséget adtam hozzá. Ezeket a munkákat megint le kell fényképezni, és elküldeni nekem e-mailben. Na és az utolsó olvasmány, ez egy kicsit klasszikusabb olvasmányfeldolgozás, viszont már is egy kódfejtéssel indul, amin az olvasmány címe olvasható. Ezt általában a gyerekek annyira nem olvasnak előre, mint mi, tehát ezt itt nem árulom el, hanem ha megfejtették és a füzetbe leírták a megoldást, akkor a következő feladatban közlöm velük, hogy ez egy az olvasókönyvi feladat. Itt láthatjátok, hogy a betűszint is meg lehet változtatni a linói cetliken, ez teljesen egyéni ízlés kérdése. Na, azért mondtam az előbb, hogy ez egy klasszikusabb olvasmányfeldolgozás, mert a szövegből ki kell keresni ezeknek a kérdéseknek a válaszait, és aláhúzni, tehát én úgy tudom ellenőrizni majd őket, ha szeretném, hogy megnézem a könyvüket. Aztán kapcsolódik egy játék, és egy Esperente találós kérdés, Esperente nyelven 5 fogalom jelenik meg mondatszinten, és ezeknek a megoldását kell ugye a párokat leírni a füzetükbe. Aztán megint egy játék, és végül a választható feladat, étlapot kell készíteni, ugyanis az olvasmányunk a címe, hogy Fenséges lakomák, királyi ételek, valami ilyesmi, és ehhez kell nekik egy étlapot készíteni, úgy, hogy mindenféle étel legyen az étlapon, amit abban a korban, Mátyás idejében ehettek, tehát most pont az ellentétét fogom mondani, tehát mondjuk nem lehet rajta krumpli, paprika, paradicsom. Ehhez kapcsolódóan itt van egy segítő feladat, mert itt pontosan olyan ételeket tettem be, mint mondjuk a rizses hús, vagy a nem tudom, paradicsomos káposzta, amiben nyilvánvaló, hogy mondjuk a paradicsomot nem ehették, és úgy emlékszem, hogy rizst sem. Az étlapról is készíteni kell egy képet, és elküldeni nekem. Itt a választható feladat, ez egy szóbeli fogalmazás, amikor a lakomáról kell nekik mesélni, méghozzá Mátyás udvarában vendégeskedő, nem tudom, emberként, nemesként. Ami az egész hetet le fogja zárni, reményeim szerint, vagy akár 2 hetet is, az, hogy el kell mesélni a többieknek, hogy az általuk választott feladatsorból milyen új ismeretet szereztek, és ezt valahogy prezentálni. Ugye a választható feladatok között volt rajz, volt étlap, volt címer, és egyebek, amik vélhetőleg segítik majd az összefoglalást. Most gondolhatjátok azt, hogy na igen, de most ennyi olvasás, meg magyar, meg rajzórán sokkal több tananyagot is föl lehet dolgozni, ez biztosan így van. Csak itt én úgy gondolom, hogy megadom a gyereknek a választási lehetőséget arra, hogy a saját kedvének megfelelően, meg hát a párjával megegyezve válasszon ki egy történetet, és olvassa el, még akár így látatlanba is, hisz nem írtam oda, hogy miről szól az adott olvasmány, viszont arra nagyon figyeltem, hogy mindegyik feladatsor 6 feladat plusz a választható feladatból álljon, tehát ez ne befolyásolja a gyerekeket, hogy az egyik csak 4 feladat, a másik meg 8, nyilván a 8-as nem nagyon választanák. Szóval lehet, hogy több feladatot föl lehet dolgozni egy klasszikus olvasás órán, de azt gondolom, egy ilyen feladatsor, meg a különböző feladattípusok, az internet használata során azért a digitális készségeket sokkal jobban fejlesztik, mintha papír és munkafüzet, meg a füzet lenne pusztán csak az eszközünk. Na, én ezt le is veszem, és...
Hát köszönöm a figyelmet, és nagyon jó munkát kívánok nektek a továbbiakban. Hát, ha kedvet kaptatok a linoid használatára, és nem ijedtek meg tőle, én mondom 4 éve használom, de mindig igazából üzenőfalat irányítás nélkül, tehát csak ilyen segítő pozícióból 3. osztálytól szoktam elkezdeni. Tehát elsős, másodikossal csak még egyes-egyes feladatokat, üzenőfalat pedig 3. és 4. évfolyamon.